Karácsony környékén is fontos, hogy minél többen menjenek el vért adni. A Magyar Vöröskereszt ebben az időszakban is sok helyen biztosít lehetőséget erre. A humanitárius szervezet adományokat is gyűjt decemberben, a segíteni vágyók több módon is tehetnek felajánlásokat. Időpontok és helyszínek a listán. A Vöröskereszt honlapja is mutatja, hol tudnak vérükkel segíteni az önkéntesek. Idén is számos lehetőségük volt erre a hétköznapi hősöknek. Márkiből lehet ilyen, aki 18 és 65 év közötti, te súlya minimum 50 kg, és nincs kizáró ismert betegsége. Egy ember 56 napon tarthat vért személyi igazolványa, lakcím és tajkártyája felmutatásával. Ahogy azonban a nyári szabadságolások és üdülések időszakában, úgy ilyenkor az évvégi ünnepek idején is nehezebb megszólítani a rendszeres véradókat. A Vörös Kereszt ezért a vérellátó szolgálattal közösen minden lehetséges szállat megmozgat azért, hogy az ünnepek idején se alakuljon ki vérhiány. A tavaly decemberi véradások egyébként jól sikerültek szerte az országban, ezért idén is bíznak a segíteni vágyukban. Nekik nem csak karácsony előtt, az ünnepek alatt is lesz lehetőségük a véradásra. Vendégem a 35 perc stúdiójában a téma kapcsán a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Berek megyei szervezetének igazgatója, Gurály Edina, köszöntöm. Üdvözlöm a nézőket. A, a véradás, az adománygyűjtés, azt gondolom, hogy mindkettő dolog a Vöröskereszt életében folyamatos. Vannak időszakok, ugye, amikor egy kicsit jobban rákoncentrálunk, talán a, a karácsony eljövetele, az adventi időszak mindenféleképpen ilyen. Ez a tapasztalat, tehát ez a tapasztalat működik. Az években, az elmúlt években is ez volt. Igen, ez így van. Az adománygyűjtés, akár természetbeni adományról, ruhaadománygyűjtésről, élelmiszergyűjtésről van szó, vagy akár az adománygyűjtésnek és az adományozásnak az egyik legnemesebb formájáról, a véradásról van szó. Ez a napi szinten hatja át a tevékenységünket, hiszen véradások a megyében minden nap több helyszínen vannak, az országban számos helyszínen vannak. Az adománygyűjtő és adomány továbbító tevékenységünk is folyamatos, tehát ez tényleg a mindennapokat vannak időszakok, amikor kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy mind az adományozókat, és akkor ebbe bele, beleértem a véradást is, tehát a, a véradó donorokat is fokozottabban vagy nagyobb figyelemmel, kiemelt figyelemmel kell megszólítani. Ezek általában a nagyobb ünnepekhez kötődnek. És hogyha a kettőt szétválasztom egymástól, akkor ilyenkor karácsonykor van egy nagy adománygyűjtési kampányunk. Amiben a megyei óvodákat és iskolákat szólítjuk meg, amikor nem használt ruhát, megunt játékokat várunk csak az adományozóktól, hanem tartós élelmiszert, édességet. Fogadunk és várunk, és ebben a, ebben a fiatal korosztályt szólítjuk meg, pontosan azért, hogy minél fiatalabb korban érezzék meg azt, hogyha egy apróságot adnak, csak egy valamit visznek, abból egy nagyszerű dolog fog kikerekedni, hiszen ha minden iskolában minden gyerek csak egy valamit visz, abból több száz kiló tartós élelmiszer, édesség, tisztítószer, tisztálkodószer tud összegyűlni abból nagyon szép és tartalmas csomagokat tudunk összeállítani megyeszerte azoknak a családoknak, azoknak a rászorulóknak, akiknek nem csak a karácsonyi időszak nehéz, hanem az év minden napja nehéz, viszont ebben, a, ebben az időben próbál mindenki feléjük is fordulni, hogy a hétköznapi küzdéseiket legalább karácsony idején enyhítsük azzal, hogy ezekkel a csomagokkal segítjük és támogatjuk őket. A véradás szervezés ugyanígy egy fontos és kiemelt időszak ilyenkor, hiszen Lesznek olyan napok, ünnepnapok, amikor nincsenek véradások, hiszen mi is és a vérellátó szolgálat munkatársai is az ünnepeket töltjük, viszont soha nem lehet tudni, hogy nem következik-e be bármi olyan szerencsétlenség katasztrófa, aminek kapcsán a vérigény megnövekszik, és mivel a véreltarthatósága egy korlátozott idejű. Nem tudunk ebből bespájzolni jó előre az ünnepek alatt, tehát nagyon fontos, hogy például két ünnep között is a véradók keressék meg azokat a helyszíneket, ahol tudnak vért adni. Ilyenkor még az ünnepeket leszámítva van még egy nagyon fontos dolog, hogy szépen csúszunk bele az influenzás időszakba, amikor a felső légúti fertőzések szedik a véradó donorokat, mint áldozatokat, tehát hogy azok, akik egyébként el tudnak menni és el is szoktak járni véradásra, Ilyenkor esetleg egy-két alkalom emiatt kimaradhat, hiszen betegen és meggyengült immunrendszerrel nem mehetnek el vért adni. Tehát ilyenkor figyelnünk kell arra, hogy azokat a véradókat is pótoljuk, akik egyébként rendszeres véradóink is, akár maguktól is elmennek vért adni, hiszen van egy belső elhívásuk az ügyirend. Az adománygyűjtés kapcsán szeretném kérdezni, hogy ugye azért a Magyar Vöröskereszt egy hagyományosan régen működő segítő szervezet. Sokakat, családokat, magánembereket, cégeket megindít valóban az adventi időszak, és szeretnének segíteni. Mennyire van elől, úgymond a listákon a Magyar Vöröskereszt, tehát, hogy mennyire jelentős az a, az a régóta fennálló szervezet, az ő szemükben? Keresik-e önöket jobban, többen? Lehet-e számítani mindig a nagy adakozásra? Lehet számítani. Nyilván nem csak a Vörös Kereszt van, aki adomány adománygyűjtéssel és osztással foglalkozik, hiszen az egyházi szervezeteken át, tehát nagyon sok olyan szervezet működik már, akár a szociális ellátó rendszerben, akiket megtalálnak, de én nagyon örülök annak, hogy bennünket is. Nagyon sokszor azért választanak bennünket, pont amit ami említésre került, hogy nagyon régóta működő, megbízható szervezet a Vöröskereszt, tehát nagyon sokan azért választanak bennünket, hogy juttassuk el az adományokat a célba, mert hogy tudják, hogy ez nagy valószínűséggel jól kiszámíthatóan meg is fog történni, tehát a vörös kereszt neve az garancia arra, hogy megkeresi, felkutatja és oda a csomagokat, az adományokat, ahol annak helye van. Talán azt is fontos kiemelni, hogy amikor összeállítunk egy kis szeretett csomagot, vagy valamit ö, eljuttatunk mondjuk az önök szervezetéhez, hogy aztán az olyan helyre kerüljen, ahol nagy szükség van rá, Azért nekünk is fontos megnézni, hogy mit adunk oda. Tehát főként, hogyha nem ruházatról vagy könyvről van szó, hogy épp legyen az, amit odaadunk, tehát ne sértsen fel mondjuk egy kis gyereket, vagy valóban az ehető legyen, amit felajánlunk. Már hogy így egyszerűen fogalmazok. Nem csak az ehetőség a kategória, hiszen egy háztartásban gyakran előfordul, hogy egy pár napra jel lejárt szabatosságú ételről is úgy dönt bárki, hogy ez még számára fogyasztható, és nem is lesz tőle semmi baja, azonban mi ezt nem adhatjuk tovább. Tehát csak olyan élelmiszert tudunk továbbítani a rászorulók számára, ami még a karácsonyi időszakot meghaladóan jócskán a szabatossági ideje jó kell, hogy legyen. Nem tudunk továbbadni olyan élelmiszert, ami házi készítésű, akár mennyire kedves, és akár mennyire szép gesztus, de csak boltból vásárolt és ellenőrzött éle, tudunk továbbadni a rászorultak számára. A ruha kapcsán is érdemes arra fölhívni a figyelmet, hogy sokszor tapasztaljuk, hogy az adomány közvetítő szervezeteket lerakatként szeretnék használni azok, akik meg, leginkább meg szeretnének szabadulni a fölösleges lomtól, és akkor ezt így ömlesztve gondolják átadni a szervezetnek. Erre nekünk nincsen kapacitásunk, hogy a megfelelő minőségi holmikat ebből kiválogassuk. Ezek nagyon nehezen hasznosíthatóak. Én azt látom, hogy egy picit változik ilyen szempontból az adományozói kultúra, ugyan sokat is beszélünk róla, és azt gondolom, hogy ez egyre inkább célba talál, hogy az, aki például ruhafelajánlást szeretne adni, mosott, legalább összehajtogatott, tiszta állapotba hozza be, bezsákolva ezeket a holmikat, az is szerencsés, ha életkor is nem szerint szét van válogatva, hiszen akkor mi is célirányosan tudjuk továbbadni a rászorulóknak, játékot, csak olyat hozzanak adományba, nem csak hozzánk, bármelyik más szervezethez, ami egyébként jó és használható, nem törött, nem egy nagyon-nagyon kopott, nem koszos, és semmiképpen nem veszélyes a gyerek egészségére vagy testi épségére azt kell mindig ilyenkor elképzelni, hogy amikor a gyerek megkapja azt az adományt, amit mi csak közvetítünk, az arcát, amikor megkapja, és az nem úgy van, hogy majd a hátrányos helyzetű gyereknek jó lesz, az is is örüljön neki, ajándékozunk, adományozunk, annak legyen eszmei értéke, és okozzon örömet annak, aki azt megkapja. Egy-kettő perc maradt még a beszélgetésből, és mindenképpen szót kell ejtenünk a különböző programokról, hősképzés, aztán a, látom itt a lányból nővé elnevezésű programot. Én gondolom, hogy hasonlít ez más elnevezés alatt futó, más szervezetek által is kezdeményezett elgondoláshoz. Ez, ezekről kellene még néhány gondolatot ejtenünk. És közben én azt is szeretném megkérdezni, hogy ez az októberben országossá vált program, mint menstruációs szegénység, mély szegénység, ez mit akar? Ez azt akarja, hogy ugyanez hihetetlen, hogy a 21. században lassan 2020-at írunk, és még mindig jellemző, hogy azok a lányok, akik menstruálni kezdenek, nővé Alakulnak, nővé válnak, amiatt maradnak ki az iskolából, mert a menstruációs problémákkal nem tudnak mit kezdeni, nincsen megfelelő ismeretük, tapasztalatuk, akár anyagi forrásuk arra, hogy lehetővé váljon, hogy ezen a néhány nők számára, hogy mondjuk a nehéz napokon eljussanak az iskolába. Ugyanakkor az is egy tapasztalat hogy nem tudnak bánni ezekkel az eszközökkel, nincsenek fölvértezve azzal a tudással, hogy hogyan kell ezeket a napokat, kulturáltan megfelelő higiénis körülmények között kezelni. Nagyon jó partnerek voltak az idén ebben az iskolák, nyitottak voltak. Elsősorban azokat a területeket kerestük meg, ez volt a program célja, ahol nagyon magas a mély szegénységben élő fiatal lányoknak a száma. Azt a korosztályt céloztuk meg, amikor várható az első menstruációnak a Jelentkezése főleg a hetedik osztályos lányokat, az idén 250 lány vett részt a programban, közel 20 iskola kapcsolódott be, nyitottságot tapasztaltunk, és azt, hogy ennek a programnak helye is szerepe van. Azok a lányok, akik bekapcsolódtak, tisztasági csomagot kaptak, hogy meg, meg tudják tanulni, ez ne legyen probléma, hogy nincs eszköz és nincsen megfelelő felszerelés arra, hogy a tudásuk ebben kialakuljon. Köszönöm szépen a tájékoztatást! Köszönöm, hogy itt lehettem!